joka eli sinne. Eli ne. Mä. Köszönöm, kedves! Ó, hogy vágytam utánad! Hát... Olyan boldog vagyok! Olyan boldog vagyok, hogy végre most először megcsókolhatlak! Elemér! Engem még férfi soha meg nem csókol. Ha ezt a próbát is így fogod mondani, akkor ez igazgató el fogja venni a szerepet. De hát hogyan mondja, főrendező asszony, kérem? Tehát az, hogy engem még férfi soha meg nem csinál. Ez magában is fantasztikus. Azt kell, hogy elhívja a közönség. Hát, mondjuk. Engem még férfi soha meg nem csinál. Valahogy így. Engem még férfi soha meg nem csók. Jó. Én hiszek neked, kicsi szívem. A te sugárzó szépséged engem áhítattal tölt el. Hallod ezt a mélységes csendet? Melyek csak a tücsök ciripelése szakít meg olykor-olykor? Hallom, Erzsike, hallom. Ügyeljön, tücsök ciripelés! Kérlek, nem vállalta. Azt mondta, hogy 500 forint alatt ő nem cirikel. Akkor adjanak egy 500 forintot? Azt nem lehet. Csak 100-ban előirányozva erre a kurva tücsökre. Az engem nem érdekel, cirikelés legyen. Kérem, én már arra is gondoltam, hogy megcsinálom még. Hazamentem, gyakoroltam. Hát nem adom meg. Leugatni azt tudok! Hadisem a falusi hangulatos! Abba menjen a tenébe, az anyagi gondokat meg intézzel az igazgatóra! Végre ő az igazgató. Igazgató? Mi az? Mi vagyok én? Igazgató úr, a lábatom kitárna igazgató úr én! Épp azt mondom, hogy te vagy az igazgató, kéne kerülni. Nem szeretem, ha emlegetnek olyankor. Azt hiszem, hogy mindig valami baj van. Nincs semmi baj. Helyett... Ne zavartassátok magatokat! Na, onnan, hogy hallod ezt a tükrök ciripelést? Hallod ezt a mélységes csendet? Melyet csak a tücsök ciripelése szakít meg olykor-olykor? Mi az odakint? Ügyelő! A pálinkó már megint tilinkózik. Lánykóka megőrült? Nem. Főrendelő úr, az asszony. Arra gondoltam, hogy tücsök helyett jó lesz az a furulja, és az is a falusi hangulat. Na menjen a fenébe, tilinkó, nem kell? Nem kell, nem kell. Pedig mennyivel olcsóbb lett volna, ha 300 év furtam volna én. A furatja. Nem kell. Na most ki. Mondd csak, miféle darab ez? A belényesi darab, tudok. Tessék, folytatjuk! Szeretlek, Erzsike! Szeretlek! Elemé! Jegyezd már meg, hogy elemé! Szeretlek! Elemé! De jaj!
büszke, gazdag gróf, én meg csak egy... Mi vagyok én? Paraszt. Paraszt? Én meg csak egy paraszti vadét vagyok? Milyen marhaság ez, hát hogy beszélnek ezek? Büszke gróf, meg paraszti vadéként. Nem emlékszem erre. Mondd csak, mi történik ebben a darabban? Kérlek szépen, késő éjszaka a lány kiszökik a kastélyból, de a gróf egy nagyon erős és hatalmas ember. Utána megy. Én játszom a büszke grófot. Ebben az öltözékben? Hát majd felveszek valami grófi ruhát. Jó, gratulálok. Na most jön a nagy jelenet az udvar és a gróf között. A gróf egyetlen ökölcsapással leüti az udvarot. A stébolyító, ökölség, hát. És én ezt a darabot elfogadtam. Mire nem emlékszel? Nem emlékszel? Hát nem. Na jól van, menjek egy kifele kávészünet. Tisztelt szünet. Ez a Berényes Érd főszerkesztő. Ide jött, de elfogadtad a darabját, azt mondta, hogy ebből. És ennyi? Mit mondtam volna? Visszaadhattam volna egy főszerkesztőnek? Ja, de. Hát nem gondoltam volna, hogy ezt a hülyeséget elő is adjuk. Hát te nem gondoltad, de ő igen. Azt mondta, hogy három tanúelőt elfogadtad, hogy elő fogjuk adni a darabot a legközelebbi előadásban. Képzeld, hogy mit írnak az újságok, ha nem adjuk elő? De ne izgulj, 12 perc az egész. Hát 12 perc nyugalom tönkre tesz egy egész estés műsor. Akkor vegyük le az előadásról. Hát, egy főszerkesztő darabját, hát megőrülj. Hát, intézd el másfél, kérlek szépen, ide fog jönni, megnézi a próbát, beszélj vele. Én beszéljek? Hát mit beszéljek vele? Hát talán ezt is nekem kell intézni. Hát te mondtad neki, hogy előadjuk. Eszembe jutott valami. A büfés és a portás tökéletes lesz. Micsoda? Portás? Igen, neked csak arra kell figyelned, hogy nekem 5 percre szüksége van. Csak 5 percig tarts föl, ha ide ér a közlekedő. Jó? Igazgató úr, igazgató úr, a Berényesi főszerkesztő úr van itt. Ugye, de engedhetem? Engedje be, már nagyon vártuk. Könyörgöm, csinálj valamit, hát ez nagyon kínos. Figyelj csak, az a lényeg, hogy a szereposztásról egy szót sem. Megérted? Egy szót sem? Egy szót sem. Parancsoljon, főszerkesztő! Köszönöm, köszönöm! Jó napot kívánok! Utalom, hogy napok fogják próbálni az én kis jelenetemet. Igen, igen, hát már nagyon jól állnak a dolgok. Először fogom a saját szavaimat hallani a színpadon. De most már eldöntöttem, hogy minden évben írok 5-6-ot. Hát jó darabra nincs szükségem, nem? Hogyne, hogyne, hát jóra mindig! Csak hát honnan tudja az ember, hogy melyik jó darab, ugye? Elolvas az ember egyet, azt hiszi, hogy jó, elfogadja, aztán rájön, hogy mégse olyan jó, aztán visszaadjuk. Hát beismeri az ember, hogy tévedett, aztán az egészet elhagyja a műsorból. És van olyan író, aki ezt meg lehet csinálni? Hát Istenem, adunk neki valami kártérítést esetleg, kifizetjük az egész jogdíjat, mint hogyha benne lenne a műsorban, hát ennyi csak elég, ugye. Na hát az biztos, hogy én ilyenben soha bele nem mennék. Még a sajtó nyilvánosságát is igénybe venném. Hát ezzel nem lehet. Ugyan? Kezdjük a próbát, a Belényesi darab következik. Először fogom a saját szóval fogtam. Köszönöm, édes! Köszönöm!
szívlámára! Lássuk a büszke grófot! Ki ez? Hát ez még lehet csak tudna adra ütni! Az igazgató tanúk előtt megígérte, hogy előadjuk a darabját. De a szereposztásról nem volt szó. Nekünk ez tetszik. Ez lesz. Hát akkor ne adják elő, kérem. Hát akkor én ezzel visszaveszem az én darabomat. Stím! A szerző szava szent. A szerző kifejezett kívánságára leveszük a darabot a műsorról. Köszönöm szépen! Nem! Én abban nem egyezem bele! Hát nekem ilyen remek szerepben még soha nem volt életem! Én ebben nem egyezem bele! Kérem szépen! Ne rángasson! Ne rángasson! Ez a dalap nem a művész úrnak való! Nem nekem való! Hát még sért egyet sem! Tudja, hány ilyen hőszerelmes figurát alakítottam én életembe! Ne rángasson! Tabasson! Én voltam a kígőzvegyben! Dani, Lili, Duli, Duli, Lila, az Orfeum vagyám! Röpült fel én vagyám! Tiltakozom! Na most meg tiltakozik! És az én költségeimet ki fogja megtéríteni? Talán az igazgató úr? Én nem. Vagy talán a főrendező asszony? Én nem. Hát ahogy-e? Miféle költségekről beszélünk, kérem? Ha, kérem szépen, én készültem erre a szerepre. Hát én bementem a könyvtárba. Kivettem a népi írók műveit. Én tanulmányoztam ezt a paraszivadékot, meg amit soha életemben nem csináltam. Bementem egy kocsmába, azt megittam 2 decit, meg leültem ezekkel kártyázni, azt vesztettem 10 000 forintot. 10 000 forintot vesztettem. És mi lenne akkor, hogyha én megteríteném a művész úr gálát? Még egyszer mondom, 10 000 forintot vesztettem. Van. Fogja, tessék. A 100-as közt tartsa meg. Ott van a 10 000, de könyörgöm, hogy ezt a darabot többet nekünk ne forszírozza. Nem, ezt a darabot többet nem forszírozom. Ezt a darabot mi többet nem játszunk, hát ez többet nem megy le. Köszönöm szépen. Viszontlátásra, alás szolgálja. Na, viszontlátásra. A főrendező úr! Igen? Aztán írjon máskor is!